Ebben mi van? Ez egy búvóhely. Kinek a búvóhelye? Egy őziké. Itt alszik a sziklák mellett, hogy a vadász békén hagyja. Nagyon okos. Helena Erickson? Mit keresnek a házamban? Mi folyik itt? Az apja, Jacob Holbrook. Mikor beszéltek utoljára? 10 éves koromban. Nem értem, a szüleid meghaltak autóbalesetben. Azt csak hazudtam. A visszatérő társszerzőjétől. Holbrook a láb király, bemondta a rádió. Egy másik elítéltel együtt tegnap megszökött. És a csúcshatás rendezőjétől. Néven a lábkirály elrabolta, majd 12 évig fogva tartotta Bess Ericssont és a vadonban született lányukat. Bocs, hogy a birtokukra tévedtem. Vigyen el innen! Kérem! Ne! Apa! Azt hiszem, eljön értem. Jó lett volna, ha tudom az igazat. Ezt az első vadász zsákmányom után csinálta. Ezeken kívül az apám egyetlen könycseppet sem tűrt el. Nekem mindig kicsi árnyék maradt. Rájöttem, hogy az, akiben a legjobban bíztam, egy szörnyetek volt. Ez azt jelenti, egy család vagyunk. Az tulajdont jelent, nem családot. Sose keverd össze. Hamarosan. Mi történt, Helena? Érzem, hogy itt van. Marigold! Ez végig a szobádban volt? Uh-huh. A családod védelme legyen az első. Úristen! Helena! Nyugi! Hiszen mi ide tartozunk. Egész életemben vártam, hogy újra lássalak, de nem tudtam, hogy milyen érzés lesz. Újra egy család lehetünk. A láb király lánya. Hamarosan a mozikban.